fordítja a másik ujját, akkor emberek fejei hullnak a porba. Ez egy olyan király, aki mindent megengedhet magának. Még a legkülönfélébb hóborokat is megengedhet magának. Erre azonnal rájöhetünk, hogyha elolvassuk a történetet, hiszen ez a fejezet arról szól, hogy a király állított magának egy aranyszobrot. De nem egy akármilyen aranyszoborról van szó. Képzeljünk el egy 30 méter magas és egy 3 méter széles aranyszobrot. Szinte olyan magas ez a szobor, mint egy templomnak a tornya. De nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ezt a szobrot nem csak azért építette, hogy ott díszelegjen a városban, hanem ezt a szobrot tisztelni kellett, méghozzá vallásos tiszteletben kellett részesíteni. Le kellett borulni előtte, és imádni kellett. Próbáljuk meg elképzelni ezt a napot, amikor ezt a szobrot felavatják. Az ünnepségre elmegy az ország összes tisztviselője, az ország vezetői, összegyűl egy hatalmas tömeg, és még egy hatalmas zenekart is kirendelnek erre az alkalomra. Minden elképzelhető eszközt bevetnek az ünnepségre, és egy nagyszerű ünnepséget rendeznek. Ettől a naptól kezdve újabb szabályok is érvénybe lépnek. Hogyha valaki nem borul le az aranyszobor előtt, azt megbüntetik, bedobják az égő tüzes kemencébe. Végül eljön a nagy nap, ott vannak elől a vezetők, megszólalnak a hangszerek, és parancsszóra mindenki leborul az aranyszobor előtt. Azaz nem éppen mindenki, mert ugye tudjuk, hogy néhány fej kimagasodott a tömegből. Amikor ezt a többiek meglátják, akkor azonnal elcsodálkoznak. Nem értik, hogy hogy létezik, hogy valaki állva maradt. Hát ezek a férfiak nem tudják, hogy mit kell tenni, nem világosította fel őket senki. De ők pontosan tudták, csak ők azt is tudták, amit Isten így mondott egyszer. Ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent a mennyben, vagy lent a földön, vagy alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. És ugye most, amikor imádni és tisztelni kellene az állóképet, akkor ezeknek a férfiaknak eszükbe jut a második parancsolat. Na de akkor mi fog történni velük? Bedobják őket a tüzes kemencébe? Igen, de ezek a férfiak akkor sem hajolnak meg. Ez a parancsolat, amit egykor Isten az ők őseiknek adott, sokkal fontosabbnak tartották, mint egy királynak a földi rendeleteit. De hát akkor az életüket adják oda egy ilyen apróság miatt. Igen, ez a három férfi sokkal fontosabbnak tartotta Istennek a törvényét, mint a saját életüket. Másrészt ott élt bennük egy erős hit, hogy Isten olyan hatalmas, hogy ő ki tudja szabadítani őket. Még a tüzes kemencéből is. De hogyha nem szabadítaná is ki, akkor is Istennek törvényben még érvényben van, és ők akkor sem hajolnak meg. Azt olvassuk, hogy amikor Nabukodonozor megtudja, hogy tömegben ilyen lázadók vannak, akkor eltorzul az arca mérgében. Eddig ilyen még nem fordult elő, hogy valaki ne hajoljon meg akkor, amikor ő azt parancsolja, hogy meg kell hajolni. Azt olvassuk, hogy akik ott voltak, minden nép meghajolt előtte. Mindenki ugyanazt csinálta. Most miért kell valakinek különcködni? Eltorzul mérgében a király arca, és azt mondja, hétszeresen
be kell fűteni azt a kemencét. Előtte azonban maga elé rendeli ezeket a férfiakat, és megkérdezi őket, hogy miért nem hajoltak meg. És ők teljes udvariassággal válaszolnak. Tudod, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani, még a te kezedből is. De ha nem tenné, is tudd meg, hogy a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hajolunk meg az aranyszobor előtt. Meg szeretném említeni azt is, hogy ezek a férfiak a királynak magas rangú tisztviselői voltak, és Nabukodonozor számára a király tisztviselő voltak, és valószínű, hogy a szabálysértést ezért sokkal súlyosabban kezelték. De kiről beszélnek ezek? Kik azok, akik még a királynál is hatalmasabb lenne? Ez teljesen felfoghatatlan volt Nabukodonozor számára, hogy valaki hatalmasabb nála. Aztán megkötözteti ezeket az embereket, Dánielnek három jó barátját, Csidrákot, Misákot és Abednégót, és úgy, ahogy vannak, ruhástól bedobatja őket a tüzes kemencébe. Annyira sikerült befűteni ezt a kemencét, hogy akik bedobták, rövid időn belül megégtek. Aztán a király összecsapja a tenyerét, és azt mondja, hogy így kell megbüntetni a lázadókat. Példásra meg kell büntetni, és remélhetőleg, hogy többet nem fog ez előfordulni. Igen, ám csak a folytatásból az is kiderül, hogy ezek a férfiak a királynak nagyon jó hivatalnokai voltak. A király sajnálni kezdte őket, és valószínű ez a sajnálata elvezeti őt a kemencéhez, és amikor közelebb megy, akkor szinte hanyat esik a látványtól. Meglátja, hogy ezek a férfiak ott sétálgatnak a tűz közepén. És megfogalmazódik benne azonnal egy kérdés, hogy hát hogy maradtak ezek életben? Vagy hol vannak a kötelek? Nem megkötözve dobtuk ezeket be a tűzbe. Aztán ott van egy másik kérdés is, hogy hányan vannak ezek a tűzben? Nem négyen, nem három személy dobtunk be? Nézzétek meg, hogy négyen vannak. És a negyedik személy egészen különös. Olyan, mintha Isten fia lenne, úgy járkál közöttük. És akkor megszólítja őket, és most már ő is így mondja nekik, hogy Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, gyertek ki a tűzből. Amikor kijönnek, előlépnek ezek a férfiak, akkor a csodálkozása még jobban fokozódik, amikor meglátja, hogy a füstnek a szaga nem is járta át a ruhájukat, meg se perzselődött a ruhájuknak a széle. Érdekes módon csak a köteleik égtek le. Aztán a folytatása a történetnek az, hogy ezek a férfiak nem csak visszakapják a korábbi magas tisztségeiket, hanem a király megerősíti őket a hivatalukban. Közhírét érteti, hogy ezeknek az embereknek az Istenét nem szabad bántalmazni. És aki korlátozni szeretné az ők vallásuknak a gyakorlatát, azt megbüntetik szigorúan. Röviden ennyi a történet, nagyon jól ismerjük mindannyian, csak azért elevenítettem fel, hogy jusson eszünkbe, és most néhány mozzanatát szeretném kiemelni ennek a történetnek. Az első dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy aki minden körülmények között hűséges szeretne maradni Istenhez és az ő igéhez, az előbb-utóbb bajba kerülhet. Ma is jönnek különböző divatok, különböző bálványokat neveznek ki Istennek, csak hogyha nem hajtjuk meg a fejünket ezek a bálványok előtt, akkor megtörténhet, hogy ki fognak közösíteni minket. Ennek a világnak a gondolkozása annyira eltér a
az Istennek a gondolkozásától, hogy manapság nagyon nehéz megmaradni Isten gyermekeként. Egyébként Jézus erre előre felhívta az ő szolgáinak a figyelmét, és minket is figyelmeztetni szeretne, és ezt egy képpel szemlélteti. Azt mondta Jézus, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Ez egy nagyon egyszerű kép, a juhok a farkasok között. A bárányoknak tudjuk, hogy semmilyen védekező eszközük nem áll rendelkezésre a farkasokkal szemben. Nem tudnak sem harapni, sem rúgni. Lehet, hogy a kosok tudnak döfölődni, de a farkasokkal szemben még ez is túl kevésnek bizonyulnak. Ellenséges közegbe szeretnek küldeni minket Isten. És lehet, hogy azért küld minket védtelenül ellenséges közegbe, hogyha lehet, az ellenség közül még megmeneküljenek mások is. Ez egy nagyon veszélyes vállalkozás. Tévtanítás, hogy aki Jézus Krisztus tanítványa lesz, az mindig boldog, mindig egészséges, sikeres lesz, vagy gazdag. Ilyennel nem találkozunk sehol a Bibliában. De egy dolog biztos, hogy ha valaki Istennel jár, az mindig számíthat az ő urára. Az is biztos, hogy mindig többet kapunk Istentől, mint amennyit megérdemelnénk, azért, hogy tudjunk másoknak is adni belőle. Az is biztos, hogy néha olyan terheket kell elviselnünk, ami erőnk felett van, de ezeket a terheket Isten segítségével elviselhetjük, de úgy, hogy tudjuk elmondani azt, amit Pál apostol is elmond, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem újra és újra megerősít. Ezt minden egyes ember meg kell tapasztalja, maga erőtlenségét, és újra erőt kell nyerjünk Krisztustól. Hogyha megszakítjuk a kapcsolatunkat Istentől, akkor ott fogunk maradni a magunk erőtlenségével, de hogyha folyamatosan ápoljuk el a kapcsolatot, akkor világosságot és tanácsot kaphatunk tőle. Önmagáról is ezt mondja Jézus, hogy a világosság eljött a sötétségbe, és a sötétség nem fogadta be azt. Jézus pontosan ezt tette, hogy bárány volt a farkasok között. Mindjárt a szolgálatának az elején tudjuk, hogy a fő farkas támadást intézett ellene, és amikor a pusztában volt, akkor több alkalommal is megkísértetett. Sátán azt mondta neki, hogy változtassa a köveket kenyérré, vagy ugorjon le onnan, hogy tegyen valami látványos dolgot, legyen népszerű. De Isten, Jézus mást választott, hiszen az atyának mindvégig engedelmeskedett. Aztán tudjuk, hogy még a kereszten is jött a támadás. Azt mondták neki, hogy szállj le a keresztről, és akkor fogunk hinni neked. Hát nem az a legfontosabb, hogy az emberek higgyenek Jézusban. Úgy tűnik, hogy nem ezt látta ő a legfontosabbnak, hanem azt, hogy mindvégig engedelmeskedjen. Jézus azt tette, hogy a keresztfának a haláláig engedelmes volt, és ezáltal tudott igazi hitre segíteni másokat. Volt olyan, hogy minden oldalról támadták Jézust, de mégis megmaradt azon az úton, amelyet Isten bárányának végig kellett mennie. Egy második tanulság, amelyet megfigyeltem ebben a történetben, hogy ennek a világnak az urai mindig valami nagyot akarnak építeni. Akár van erre szükség, akár nincs, akár van értelme, akár nincs, mindegy, hogy mibe kerül. Hogyha egy ilyen szenzációs dologról van szó, akkor arra általában mindig van pénz.
Most nem szeretnék erre példát sorolni, de végső soron ezekkel a dolgokkal saját magukat szeretnék imádatni. És aki erre nem hajlandó, annak mindig állítatnak valamiféle kemencét. Figyeljük meg, hogy mennyire más, ahogyan Isten hívja a népét az imádatra. Ő nem dobja a kemencébe azt, aki nem szeretné őt imádni. Isten ajándékokkal közelít hozzánk, és nála készen van mindaz, ami nekünk szükséges ezen a földön, vagy az örök élet számára, és mindig szeretettel hív magához. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ismerős ez az idézet, figyeljük meg a különbséget. Azt mondja, hogy aki akar. Aki nem akar, annak nem kötelező. Tehát ő minden áldást biztosít, ami szükséges, de nem kötelező átvenni. Senkit nem fog kényszeríteni ilyen kemencékkel az örök életre. Egy harmadik tanulság, hogy Isten gyermekeit nem lehet megfélemlíteni. Istennek a gyermekei tudják, hogy kihez tartoznak. Nabukodonozornak is hűséggel szolgálták őt, mint hivatali felettesüket, de nem tévesztették össze soha, hogy felette is létezik egy úr, és nem tévesztik össze soha a világnak az urait Istennel. Azt is megfigyelhetjük, hogy nem sértegették a királyt, nem beszélnek róla tiszteletlenül, nem gondolják, hogy a földi vezetőket semmibe kell venni, de tudják, hogy ki az igazi király. Tudják, hogy Nabukodonozor is csak azt tehette, amit Isten megenged neki. Ők soha nem szolgáltatják ki magukat a földi hatalomnak, csak egyedül Istennek. Akinek az életében megszületik egy ilyen döntés, annak egy lelki békesség lesz a következménye. Velük nem történhet meg az, hogy valami végzetesen rossz legyen, hiszen semmit sem tulajdonítnak maguknak, mindent Jézus Krisztusnak tulajdonítnak. És tudják, hogy ő vigyáz a tulajdonokra, és akkor nincs mitől félniük. A zsoltáros is azt mondja, hogy ő benne bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. De lehet, hogy akkor bedobnak egy hétszeresen befűtött kemencébe. De tudják, hogy az Isten innen is ki tudja szabadítani őket. De hogyha nem tenné, akkor sem hajolnak meg a bálványok előtt. És bárhogy legyen meg Istennek az akarata. Mennyi felesleges izgalomtól mentesülnénk, hogyha így próbálnánk gondolkozni. Egy utolsó, és talán ez a legbátorítóbb pont, amire ki szeretnék térni, hogy aki Isten miatt kerül bajba, az mindig számíthat segítségre. Ők nem a maguk butaságuk, vagy a maguk bűneik miatt büntetődtek meg, hanem az Istenbe vetett hitük miatt. Akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy a jó pásztor nem hagy magunkra. Még ha nem ment meg, akkor pillanatnyilag, akkor sem hagy el minket. Eszükbe jutnak Jézus szavai, hogy ne attól féljetek, akik a testet ölik meg, hanem attól féljetek, akik a testet és a lelket gehennára veti. De ezekről a dolgokról nagyon könnyű beszélni, de mi történne akkor, hogyha tényleg egy olyan helyzetbe kerülnénk, hogy az életünk forogna kockán, és akkor kellene engedelmeskednünk. Sidrák, Misák és Abednégónak a története azt mutatja, hogy ilyen helyzetben is meg lehet állni. De hogy lehet megállni ilyen helyzetben? Ezt szeretném még röviden néhány pontban felsorolni, hogy mi volt
mik voltak ezek a dolgok, amelyek hozzásegítették ezeket a férfiakat. Mindenek előtt Isten igéje volt a legfontosabb számukra. Adódott ugye egy helyzet, hogy ott volt az állókép, amit imádni kellett, egy 30 méter magas szobor, és mindenki kivonul, mindenki leborul, de ők nem. Miért? Honnan kaptak erőt? Azért, mert eszükbe jutott Istennek az igéje, amit gyerekkorukban megtanultak. Az első fejezetből tudjuk, hogy 10 évesek voltak, amikor fogságba vitték őket, és egymást erősítették ott a fogságba. Dániel volt a szószólójuk, és ugye azt mondta, hogy mi nem akarunk semmi olyan tenni, ami Isten igéje szerint tilos. Ők egy ilyen lehetetlen helyzetben is az ige szerint akartak élni. Na de azt mondták a többiek, hogy ez képtelenség. Hogy lehet ezt itt megvalósítani? Még a konyhafőnök sem látott erre lehetőséget. Itt ugye nem lehet külön menüt kérni a király asztalánál. Örülni kellett volna, hogy a király asztaláról ehettek. Ők azonban tisztelettudóan, de tovább alkudoztak, és aztán kiderül, hogy mégis megvalósítható volt. Aki eltökéli a szívében, hogy Isten törvénye szerint fog élni, azt Isten a nehéz helyzetekben is meg fogja segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy már kicsi korban bevésődjön az elménkben Isten törvénye. Mindenek előtt, tehát Isten igéje adott nekik erőt ebben a nehéz próbában. Második dolog a közösségnek az ereje. Ez is egy nagyon fontos, hogy közösen sikerült legyőzniük a próbát, és ez a közösség szelleme az egész Dániel könyvében végigvonul, megfigyelhető. Mindig többen voltak. Az elején, amit az előbb is említettem, 4 voltak, amikor felmentést kértek a kötelező étrend alól. Aztán a második fejezetben találkozunk azzal, hogy a király ki akarja írtani az összes varázslót, az összes tudóst, mert nem tudják megfejteni az álmát. Dániel sem tudta azonnal megfejteni, de ugye tudjuk, hogy elment a barátainak, és azt mondta, hogy gyertek, imádkozzunk, hát ha Isten megmutatja, hogy mit álmodott a király, és megmentjük a többiek életét és a miénket is. És ekkor 4 fiatalember összeült, és imádkozni kezdtek, Isten pedig megmutatta nekik az álmot. Tehát nagyon fontos dolog a közösség is. Egy harmadik megfigyelhető szép példa ezeknek az embereknek az életében, hogy nem csak hittek, hanem meg is vallották a hitüket. Kimerték mondani, hogy kiben hisznek. Sokan úgy gondolják, hogy a vallásos élet, a hitélet az mindenkinek a magánügye, hogy nem tartozik senkire. De egy ilyen sötét világban hogy ne tartozna ránk, hogyha valakinek van valamilyen világossága, azt nem lehet eltitkolni. Azért adta Isten, hogy világosságok legyünk. A hegyi beszédben maga Jézus mondja, hogy gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy olyan helyre helyezzék, hogy világítson a házban, és lehessen nála tájékozódni. Isten az övéit azért szórta szét ebben a világban, hogy világítsanak. Nem tudom, hogyha megfigyeltük, hogy amikor Jézus magáról kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, ugyanezt mondja az övéire is, hogy ti vagytok a világ világossága. Ezt a küldetést Isten ránk bízta. Végül, de nem utolsó sorban, ami erőt adott nekik,
a negyedik személy, aki ott volt a tűzben a fiatal emberekkel. Nabukodonozor így jellemzi ezt a szemét, mint valami Istennek fia. Nagyon fontos, hogy ismerjük Isten igéjét, a közösség is nagyon fontos. Fontos, hogy egymást erősítsük, hogy minél többen legyünk. És az is nagyon fontos, hogy megvalljuk a hitünket. De végső soron nem ezek fognak megmenteni bennünket, amikor halálos veszedelembe kerülünk, hanem Istennek az egyszülött fia, aki önmagát adta érettünk, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyünk. Ez a történet is végső soron Jézus Krisztusra irányítja a mi tekintetünket, és arra bátorít minket, hogy merjünk mások lenni, mint a világ. Sose tagadjuk meg az Urunkat, akinek fontosabbak voltunk mi, mint az ő saját élete. Sose féljünk attól, akik a testet vehetik el, hanem féljük az Istent, aki felette áll minden földi hatalmasságnak. Erre segítsen meg bennünket az Úr, ez az én kívánságom ma este. Amen. Tiszteletünket befejezzük a 250-es számú énekkel az adventista énekeskönyvből, a Reménységem Jézusom, 250. Oh,
mennyei atyánk, meghajtjuk fejünket előtted, és hálát szeretnénk adni azért, hogy te mindig nemet mondtál a kísértésben, és mindig igent mondtál az atyának. Köszönjük a te példádat, és köszönjük ezt a történetet is, és adj erőt nekünk is, hogy mások tudjunk lenni, mint a világ. Erre segítsél meg, az Úr Jézus nevében kértünk, amen. Erőm a Krisztusban, aki engem újra és újra megerősít. Amen.